Több mint 60 erdélyi településre látogattak el az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány önkéntesei. Az ajándékok révén a szórványban élő idős emberek, nehézsorsú gyerekek és rászoruló családok karácsonyát tették szebbé. Teli. Tartós élelmiszerekkel, tisztító és tisztálkodási szerekkel, édességekkel, játékokkal és sok szeretettel járják be a mezőségi szórvány és Székelyföld eldugott falvait az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány önkéntesei. 400 idősnek és több mint 200 gyereknek készítettek csomagot a Magyarországon összegyűjtött adományokból, ezeket személyesen adják át a magukra maradt öregek és nehéz sorsban élő családok számára. Az alapítvány önkéntesei ezzel a terepjáróval olyan eldugott településekre is el tudnak jutni, amelyeket télen nehéz megközelíteni. Az önkénteseink, akiket itt látnak dolgozni, ők mind azért dolgoznak, mert nem letenni szeretnénk valahol csomagokat, hanem azokat az ajándékokat, azokat az adományokat, amiket kaptunk, azokat elvisszük és személyesen adjuk oda Mari néninek, Pista bácsinak, Imre bácsinak a kezébe, boldog karácsonyt kívánva, és ezzel próbáljuk meg szebbé tenni az ünnepet. A magyarországi önkénteseket a Mezőpaniti Református Egyház és a helyi polgármesteri hivatal is segíti. Mezőpanitban biztosítanak szállást az önkénteseknek, mondja Bodó Előd Barna. Számunkra kifejezetten fontos az, hogy vállaljuk fel azt a felelősséget, amit az Erdélyben élő, tömbben élő magyarok kell hordozzanak azokkal szemben, akik a szórványban élnek, vagy azokkal az idősekkel, betegekkel, hátrányos helyzetűekkel, akikhez kevesen nyitnak be, akikhez kevés jó szó jut el. Idén 23 önkéntes érkezett, saját autókkal a saját költségükre utaznak kora reggeltől estig, és szállítják el a csomagokat a rászorulóknak. Nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, ez az első, és nem az utolsó alkalom. Nagyon, nagyon felemelő érzés, mert én is egy szegény családból származom, és gyermekkoromban én is kaptam ilyen csomagokat, és most jó érzés visszaadni valamilyen szinten, és hálás vagyok a sorsnak. Az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány évek óta felkeresi a mezőség nehéz sorsban élő családjait, ezzel a figyelmességgel próbálva szebbé tenni a karácsonyukat.